7 évvel és egy tulajdonosváltással később folytatódik a Majmok bolygója franchise, amely ugyan 300 évvel a háború után játszódik, Cézár öröksége mégis érződik rajta. De vajon a filmek minőségén is? Kritikánkból kiderül. Hogy folytatsz egy kritikailag és nézők által is körbeünnepelt filmtrilógiát, ami ráadásul lezártnak tekinthető? Csípőből jöhet a válasz, hogy sehogy, meg ne nyúj hozzá, meg nincs itt semmi látnivaló. De ha belegondolunk abba, hogy a Cézár összpontosító 2011 és 2017 között futó filmhármast is hasonló véleménynyilvánítás előzhette meg, miután egy klasszikus filmet vett elő, amit ráadásul egyszer már sikertelenül megpróbáltak remékelni, akkor talán érdemes máshogy megközelíteni a kérdést. Úgy, mint a 2011-es Lázadással tette azt Rick Jaffa és Amanda Silver író páros, akik aztán az egész trilógiát végigkísérték, mi több, tanácsadóként a birodalomban is részt vettek. Ők teljesen új alapokra helyezték a Charlton Heston nevével fémjelzett 1968-as filmet, és a birodalom sem hagyományos folytatás, nem is reboot, hanem ahogy Jaffa és Silver mondta, inkább egyfajta reset. A birodalom legnagyobb truvája az, hogy generációkkal a háború után játszódik, ám annak örökségét végig magán viseli, méghozzá a lehető legügyesebb módon. A majmok immáron klánokba tömörülve élnek, az emberek pedig elvadultak. Vannak olyan majmok, melyek nem is találkoztak velük, ilyen a Sas klán, amely a külvilágtól elzártan azt ignorálva él kis birodalmában, amíg az idilt meg nem zavarja egy ember. Egészen pontosan egy lány, aki ráadásul más, mint a klán által csak visszhangoknak hívott embertársaik. Noah, az ifjú csimpánz el is határozza, hogy a törzse öregjei tanácsa ellenére felfedezi a külvilágot, és így szerez tudomást Proximus Cézárról is, aki az emberek által hátrahagyott technológiák felkutatásával akarja megerősíteni hatalmát, amit az egykori Cézár meglehetősen szabadon értelmezett tanításaira épített. The elders did not tell us everything. Az, hogy a birodalom egy új korban játszódik, nem csupán friss figurák bevezetésére adott lehetőséget, de egy jól ismert világ új izgalmas továbbgondolására is. Nem is értjük, hogy az olyan franchise-ok, mint a Star Wars vagy a Marvel moziverzum miért nem merik meglépni ezt gyakrabban, miért ragaszkodnak ugyanahhoz az idősíkhoz, miközben a világ merészebb időbeli tágítása legalább annyira érdekes tud lenni, mint új planéták vagy új hősök bevezetése. Noah korában és világában az emberek igazából már csak legendás lényként vannak jelen, akik tetteiről vajmi keveset tudnak, de saját múltjukkal sem nagyon vannak tisztában, míg a külvilág rájuk nem rúgja az ajtót. És ekkor indul el Noah egy olyan úton, amiben nem csupán az ismeretlen, de önmagát is felfedezi. Olyan ő, mint egy emberszabású Luke Skywalker, aki a maga kis világából kitörve egy jókora konfliktus közepén találja magát, amely minden majom jövőjére hatással lehet. Ugyanakkor a figura kétség kívül magán viseli Cézár vonásait, ő is egy naív, másoktól függő fiatalból lesz lázadó és vezér. A körülötte lévő mellékalakok még ismerősebbek, mondhatni közhelyesek, cserébe van köztük szórakoztató, ugyanakkor a branchból messze kiemelkedik Proximus, akit egyfajta Genghis Khanként írtak le, azaz még a saját életében akarja meghódítani a világot népének, és ezért nem szégyel mindenen és mindenkin átgázolni. Ugyanakkor, ahogy a saját javára forgatja ki Cézár örökségét, azaz azt, hogy a majmok együtt erősek, kicsit a mai korunk politikusaival rokonítja őt, akik a régmúlt hőseinek szavait visszhangozva hajszolják hatalmi ambícióikat. Ez a figura sokkal finomabban van árnyalva, mint a cselekmény bizonyos momentumai. Ahogy például Noah és a vajákból ismert Freya ellen által megformált Nova útja találkozik egymással, az meglehetősen csiszolatlan. Amilyen aprósággal a film többi momentuma ki van dolgozva, ez legalább annyira felszínesnek érezhető. Még szerencse, hogy idővel azért jobban elmélyül. A forgatókönyv írója azért emellett is bedob néhány kényelmes fordulatot, például egy olyan katasztrófát, amit csak és kizárólag a megfelelő szereplők élnek túl. De ezek csupán apró repedések egy amúgy remekül felépített blockbuster felületén. Látvány és megvalósítás tekintetében már a Cézár trilógiával sem volt gond, azt már csak csiszolták a folytatásokra, és a birodalom jó példa arra, hogy ha a CGI értő kezekbe kerül, akkor csodákra képes. A film emberszabású szereplői pedig nagyon élnek, és a legapróbb rezdülésig tökéletesek, legyen szó akár szőrszálak közé ragadt permetről, vagy egy elgyötört szájból feljövő nyálbuborékról. A nyilvánvaló példáktól eltekintve sokszor a díszletekről sem lehet eldönteni, hogy vizuális effektusokról van szó, vagy valóban felépített helyszínekről. Proximus tengerparti birodalma a legjobb példa erre.
Bár a szereplők megjelenésének oroszlán része továbbra is a trükköket megalkotó Veta számlájára írható, de a karaktereket megformáló színészekre sem lehet panasz, akik nem csupán heteken át tanultak majomként mozogni és gesztikulálni, de a motion capture nagymester és az eredeti Cézárt megformáló Andy Serkis segítségével még a különleges gyomorból jövő kommunikációt is elsajátították. A végeredmény több, mint meggyőző. Ez magáról a filmről is elmondható, amely ugyan ismerős elemekből építkezik, és egyszerre tükrözi az 1968-as klasszikust és a Cézár trilógiát, de nem csupán egy izgalmas, új fejezetet nyit a majmok bolygója világában, hanem elegendő kalandot, látványt, drámát és akciót kínál ahhoz, hogy ne felesleges utózöngének érezzük, hanem valami új kezdetének. Az útvesztő filmekből ismert Wes Ball rendezőnek nagyon nem akarodzott kezébe venni ezt a filmet, de végül helyesen döntött, hogy belevágott a birodalomba, amely remekül és hitelesen viszi tovább a Cézár trilógia örökségét. Bízunk benne, hogy a box office nihil nem fog ártani a produkciónak, és elkészülhet a következő fejezet. Erről a birodalomról ugyanis van még mit mesélni.